Thomas, Beregi Péter, Peter Sellers, Szombathy Gyula, Peggy Mount, Pásztor Erzsi, Shirley Eaton, Orosz Herba, Dennis Price, Szokolai Otto. A meztelen igazság. További magyar hangok. Tóth Judit, Kocsis Marian, Szabó Otto, Rosta Sándor. Forgatókönyv Michael Pertwee. Magyar szöveg Uzsonyi András. Hangmérnök Takás György. Vágó Virág Éva. Gyártásvezető Rózsa György Ivona. Szinkronrendező Mihály Kadi Mihály. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Filmhatár Kft. Készítette. Produkciós vezető Ozonai Katalin. Zene Stanley Black. Fényképezte Stanley Pavey. Mario Zampi. Képviselőtársaim kérdésére csak annyit mondhatok, hogy... Összeesett a miniszter az alsóházban. Parancsol egy újságot? Adjon egyet. Köszönöm. Mamsikám, nem eszek bajod. Kutya bajom elhihetett. Hál' Istennek félúton rájöttem, hogy van más kiút. Ahogy mondja, még szerencse, hogy feltalálták a lépcsőt. És az ernyőmmel mi lesz? Tudom is én, írja a többihöz. A híres írónő csodás megmenekülése. Hová tüntetted? Nincs itt. Szóval itt volt? Igen, a gázszerelő. Úgy, szóval a gázszerelő. A gázszerelő. Bill, ha tudtam volna, hogy te... Úgy, szóval te ilyen öltözékben fogadod a szerelőket. Bill. És miért volt zárva az ajtó? És miért így felállítva a képen? Bill, miért vagy ilyen féltékeny? Ne haragudj, kicsim, de néha úgy érzem,
Szét tudnék robbanni. Robbanás a manöken lakása. Lord Nélin keresem. Be van jelentve ő lordságához? Nem vagyok, de biztosan fogad. De köszönöm. Nagyszerű. Ne mozogjon. Viszketett. Nincs oda kiállás. Pózoljon. A képhez. Ne mozogjon. Hálásan köszönjük. Hát te itt vagy, Henry, végeztél? Igen. Na, milyen vagyok? Nagyon tikkes. Tikkes? Nem, inkább sikkes. Nézd a tükörbeszédem, és nézd el magad. Hogy? Harry, itt van egy Dennis nevű újságíró. Mézes, mázos magad. Halkabban, szívem, még meghallja, amit dicséred. Beszélek vele, küldd be. Már is. Még egyszer köszönjük. Nagyon szívesen. Mit is? Hm? Dennis úr. Üdvözlöm, Milord. Kerüljön be, ilyen. Köszönöm. Látom, bálba készül. Ó, igazán nagyon sikkes. Vagy úgy, nagyon vicces. Ó, hát persze. Üljünk be. Igyekszem rövidre fogni. Hogy? A kalap? Ó, persze, kiment a fejemből. Dohányzik? Nagyon kedves. Na hát, ez üres. Szégyen, mi ez? Egyik az amerikai plegykalapokra. Megszellőzteti a híres emberek magánéletét. Ha tetszik, tartsa meg. Szeretném, lekötelez. Imádom az ilyesmit. Zaftos kis lapocska, nem igaz? Igen. Na de miért is jöttem? Jó magam, a hasonló témájú Meztelen igazság című lap szerkesztője vagyok. Nem illetlen ez egy kicsit? Nem mondom, egy csöppet. Beleolvas. A belső borítón leírtuk életének azon eseményeit, amelyeket ön is bevallott. Nagyszerű. A szemközti oldalon pedig azokat, amelyeket eltitkolt. Hát, hogy én? Igen, ön. Miért nem írták oda fölé a nevemet? Tétje a sajtótörvény. Mivel nem tudjuk minden kétséget kizáró módon bebizonyítani, hogy ön volna egy kalandok csintalan főhőse. Úgy. Tehát még az is lehet, hogy nem rólam szól. Hogy áll a szívével? Nem magas a vérnyomása? Akkor fussa, hát a cikket hátra magára ismer. Ezt nem írhatja meg. Ez csupa rágalom. Ez hazugság. Ez a Meztelen igazság. Nem talál kiadót, amely kiadná. De hogy nem, lordom. Semmi törvésértés, arra vigyázok. Az a tény, hogy Lord X a Regent's Parkban szerelmi jellegű balesetet okozott, nem függ össze azzal, hogy Lord Mayley támogatja a leányanyákat. Persze, ha a közvélemény összefüggést vél felfedezni a két esemény között. Akkor én magát lecsukatom. Arra mérget vehet? Csak tessék, ha bebizonyítja, hogy Lord X ön, már azt is bebizonyította, hogy a leírtak igazak. Megkockáztatná? Ez Anglia, így biztos van megoldás. Hogy nem. 10 000 fontnyi készpénz adomány a nyomorgó álhírlapírók egyletének. Ennek én vagyok az alapítója, felügyelője, és mindmáig az egyetlen tagja. Ezzel meggyőzni a szerkesztőt, vagyis jó magamat a cikk kártékony voltáról. De hiszen ez piti zsarolás. Piti vagy sem, valamiből meg kell élnem. Az ember ne legyen válogatós, a pénzről van szó, venni fogják, mint a cukrot. Ön is szívesen vájk el mások magánéletében, nem? Hú, az egészen más. Ha egy héten belül nem fizet, megjelen. Takarodj! Ah, jó, hogy mondja, bennem kell. Na nézze, ezt meg majdnem itt hagytam. Tízezer fontot 15 percért. Nézőinket úgy a magam, mint Sonny MacGregor nevében. Ezen a mai estén 167. alkalommal találkozunk a mi nevettetőnkkel. Ma sem fognak csalódni kedvencünkben. Hatalmas tapsot kérek!
Köszönjük szépen, köszönjük. És most hadd szólítsam a színpadra műsorunk főszereplőjét, a tévénéző bálványát, az ezerarcú átváltozó művész, az idősek, az elesettek aranyszívű pártfogóját, mindenki Sonny MacGregorját! Kedves közönség! Köszönöm! Ennyire szerettek! Megérdemlek, Sonny! Drága barátaim, én olyan hálás vagyok ezért a színmelengedő fogadtatásért, hogy azt sem tudom, fiú vagyok-e vagy lány. De jól tudom, hogy nektek köszönhetem a műsor aljus sikerét, nem igaz? Nos, amint azt tudjátok, műsorunknak ezen a pontján szoktuk kihirdetni a tehetségkutató versenyünk győztesét. Jöjjön hát, nyugdíjas váltókezelőnk, Rambo! Szívből gratulálok, Rambold! Tessék a nyereményed! Hova gondolsz, Walter? Nem ő a nyereményed? Nem, de hangzatalatból leeszed. A tálcán van a nyereményed, Walter, vedd csak el! Köszönöm. Légy jó fiú, Walter, szégyet ne hozz rám. Jó van, Walter, ez a bőrbárca tiéd, én beegyvel. E heti csodálatos ajándékunkat megnyerted. Na de kérdem én, Walter, mi a Manónak neked egy üres bőrtárca? Semmi haszna, igaz? Semmi haszna, igaz? Hát nem sok. Igaz? Igaz! De milyen igaz? Úgyhogy mit fogok én csinálni, Walter? Vizet. Megtöltöm Walter méghozzád, a tulajdon zsebemből fogom megtölteni, Walter. Ide nézz, 10 darab ropogós, egy fontos bankjegyet kapsz tőlem, Walter. Még jó, hogy nincs feleségem, aki minden reggel kiforgatja a zsebemet. Na, Walter, itt a pikulám. Itt van, itt van. Lássuk azt a tilinkót, hol van? Itt a pici tilinkója ennek a piculás pikulásnak. Walter, mi a kedvenc darabod? Mendel musikája. Talán Hendel musikája. Ujjad, annyi baj legyen, Walter. Csak biztosan. Mindent tele, Walter. Mi ez a Mendel husikája? A fene enné meg a vén bolondját, nem ellopta a tapsomat? A 10 fontot is sajnálom, terhedd meg a költségénket 10 guineával. A nézőtéren ül a könyvvizsgáló. Na, még ez is, akkor maradjon a 10 font. Na, jut eszembe egy újságíró valami, Dennis akar beszélni magával. Szó sem lehet róla. Mondd meg neki, hogy nagyon fáradt vagyok. Erőszakos pofa. Ez megvárja a kiáratnál. Igen? Hát akkor csak várjon, barátom. Tessék! Hova viszont, óriási voltál! Én mondjuk csak a tévében láttalak, mert megint nem kaptam ilyen. Tessék, Szívi! Hozzál egyet, Frigána! De még mennyire adnék? Az Isten megáldjon, Szonika! Köszönöm, mami! Hívjon fel, se az utisz adni. Jaj, nem kaphatnék én is! Sajnálom, mennem kell! Szonyi úr, tél? A nevem de újságíró vagyok. Sajnos most nem érek rá, láthatja. És ha csak annyit mondok magának, is dics. Tudna rám időt szemteni? Jaj, jaj. Nézzétek, lányok, a tenyeremre írt a nevét. Sonny! Szegények támogatójaként sokkal rokon szembesebb. De látom. Attól, hogy az embernek van néhány bérháza. De micsoda bérháza? A nyomorúságos menedékhelyek idős lakói aligha kedvelik házi urukat. Hát még ha rájönnek, hogy az mindenki Sonny MacGregorja. De
De nekem nincs 10 000 fontom. Akárcsak egy igazi skót. Hová tűnt az akcentusa? Ez a lakás éppen megfelel. A Temzén lakom egy ócska bárkán. Ideje volna megállapodnom. Hallgasson ide. Horám nincs tekintettel, legalább arról a több tízezer öregről ne feledkezzék meg, akinek se kutyájuk, se macskájuk, akiknek én vagyok az egyetlen társuk és barátjuk. Rendben, róluk nem feledkezem meg, de maga se feledkezzék meg a 10 000-ről. Hm? Jogi fordíjókkal le is próbálkozzon, nekem 3 ügyvédem van, nem jár túl az eszem. Gondolja meg, Szonikám, ha egy héten belül nem fizet, megjelenik, ne maradjon, kitalálok. Ne rágja a körmét. A pofame. Válogassa meg a szavait. Ahogy elnézem ezúttal, alaposan beletetszett mászni a szószóba. Már megint hargatóztál? Ugyanincs, csak megpróbálok segíteni. Kérdeztem valamit. Felej! Már megint ki vagyok rúgva? Igen. Csak hogy ezúttal mindketten az utcára kerülünk, uram. Sonny MacGregornak befellegzett. Ne rágja a körmét. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Szólásra következik a tökéletes bűntények mestere, D. Manderville! Tisztelt elnök úr! Tisztelt hölgyeim és uraim! A rossz indulatú plecskákkal szemben nőnemű lény vagyok. A félreértést vélhetőleg az okozza, hogy gyilkosságokról írok. Biztosíthatom önöket, hogy férfias külsőm és írói álnevem az érző szívű Désiré Mincset akarja, aki nem követett el egyetlen bűntényt sem. Hölgyeim és uraim, ma este adjuk át ezévi irodalmi díjunkat Flora Ransomnak. Egyaránt olvassa őt öreg és fiatal, szegény és gazdag, férfi és nő. És ma olyan kézbe kerül ez a díj, amely arra a legérdemesebb. Úgy van, bravo! Úgy szintén örömmel jegyzem meg, hogy Flora kezét is elnyerte az arra legméltóbb, az anglikán egyház lelkészének személyében. Drága beszikus! Flora, vedd át a díja! Bravo! Hölgyeim és uraim, igazán meg sem érdemlem. Csak annyit mondhatok, hogy életemnek ez a legboldogabb. Szintén bevallom, nyugtalanít az állapota. Engem is, papsi. Valami nyomja a szívét. Igen. Kórházi ápolónőként nem egyszer tapasztaltam, milyen az, ha valaki... izé... megbolondul. Ilyet te is mondj. Ethel! Ethel! Mit pusmogtok a hátam mögött? Semmit, semmit. Éppen arról beszélgettünk, hogy el kéne egy rács az ablakra. Nem válaszolok semmire, elájultam. Rosszul lettem. Persze, persze, semmi baj. Eszedbe se jut az öngyilkosság. Biztos megint egy hogy is hívjákat szervezel. Öngyilkosságot? Pontosan. Igen. Remélem senki nem fog gyanakodni rám. Dehogy fog. Ethel, megvan még a hajókoffer a padláson? Azt hiszem meg, mamsi. Összekészítem a holmidat. Maradj. Valaki más fog elutazni. A hajókoffer gyilkosságok. Mely is, ha mégis megjelenik? Jaj, mert ez vérlázító, hogy se pénz, se posztó. Hívja való egy ügyvéd. Ugyan, még hogy engem megcseroltak. De hogy éppen ellenkezőleg. Na, szentségit! Halló? Gordon nővérrel beszélek?
Lord Mayley vagyok. A kedves apósom állapota iránt érdeklődöm. Tegnap még gyengélkedett. Ül az ágyban? Ez pompás. Ó, tényleg? Maga szerint alá tud írni a csekket? Akarom mondani, csak olvasni tud? Igen? Yeah. Akkor jó munkást kívánok. Ah, ki volt az? Tőzsde akusz. Lucy, nagyszerű részvényeket kínált. Mit gondolsz, édesapád kölcsön adni egy kis pénzt, nem? Biztos vagyok benne, drágám, hogy nem. Frászt! Egy a szombat este fület margad eleresztve, de búcsú már az Old Kent Road. Hely a szombat este fület margad eleresztve, de búcsú már az Old Kent Road. Hey! Hey! Jó volt. Birminghamnek melyik részéből jöttél, Fred? Ó, én nem Birminghamben lakom. Nem? Londonból jöttem. Ezek külföldi fiú. Na ez derék, és merre laksz Londonban? Ízdics. Ízdics? Igen, Ízdics, szörnyűnek helyen hiheted. Elhiszem, Fred, mondj csak. Te Sonny, azt látnod kéne, olyan nyomor nincs még. Ezt egy apjában. Ezt másról, jó? A legszívesebben vissza sem mennék abban a piszokba, de miért? Hallgass már el! Kérem, hogy se víz, se hűtés. Nem érted, hogy maradj köntem. Hoppád, apja, hogy már nem érted, hogy mit mondom. Sonny egy éltes úrral kiabált. Itt a National News, MacGregor úr. Valamit mégiscsak tennie kéne, uram. Ha így folytatja, tönkre megy Dennis úr segítsége nélkül is. De mit csináljak? Fogalmam sincs. Lökje a busz alá, uram. Megérdemelni a piócája. Jössz itt nekem a marhaságaiddal már megint. De a légynek sem tudnék ártani. Pont én. Vagy ne én, hanem valaki más. De ki? Bárki. Egy arc, egy alak, egy illető, akit létrehozok, és elveszejtek. Varázsütésre. Mire tetszik gondolni, művész úr? Gyilkosságra, mi másra? De a tettes ismeretlen marad. Nem is létezik, csak vidécfény, elmeszülemény. A puszta képzeletem sziporkája fogja ledefni. Jaj, ne. Ezt nem teheti. Ebből mi baj lehet? Arcomra most halál mosolyt tapasztalt. Úristen! Törjétek tengerét, szép ableánykét! Jól érzi magát, művész? Leszek bölcs Nestor, szónok is, ha kell. A cselszedésben elhagyom Ulisszészt. Akár egy Sinon új Tróját kiáltok. De milyen külsővel képmelhetnénk ki a márkáját? Művészként... Összetetszik téveszteni a tévét a valósággal, ne? Túl fogja játszani. Miért tenném? Mert mindig túljátsza a szerepét. Nem hazudok, minden szerepét elripacskodja. Ezért még számolunk, Porter. Én azt sem bánom, ha kirúg, de az Isten szerelmére verje ki a fejéből ezt az őrültséget. Túl késő, barátom. Innen már nincs visszaút. Hm? Ki az? Melissa Wright. Váratlan megtiszteltetés. Fáradjon be. Legközelebb telefonáljon. Foglaljon helyet. Inna valami? Ugye nem a jobbik énemhez kíván folyamodni, kislány? Olyanom nincs. Dehogy. Hát, akkor hallgatom. Mint bizonyára tudja, az eljegyzésem felbomlott. Szakítottunk Billel. Úgyhogy semmi értelme, hogy megzsaroljon, mert nekem egy fillérem sincs. Ez bizony könnyelműség. 16 texasi olajkuttal könnyelműség szakítani. Ezt maga nem értheti. Ennek nincs jelentősége. Ez szerelem volt. És most, hogy vége, arra kérem, hogy hagyjon engem békén. Sajnálom, de nem tehetem. A téma így is érdekfeszítő. A homályos múltú már nökem füstbe ment olajmilliárdjai.
Jaj, ne sírjon, kislány. Mind a ketten jobban járnánk, ha visszakönyörögné magát a kegyeim. Jaj, azért te. Kicsoda maga? Megszorultam. Ja, mit keres a hajómon? Szörnyen röstelem, uram, hogy beütöm az orromat a bárkájába. Na, másszon ki egy-kettő. Azon vagyok, uram. Ne fogdasson össze. Rögtön visszajövök. Lord Mayley. Mi a fenét keres itt? Semmi baj, csak a hullámverés. Szeretnéd tudni, hogy ki vagyok, ugye? Nem tagadom. A londoni lakóhajóbizottság márka felügyeleti szemrevételezője vagyok, karbantartás, hiba elhárítás, őrzés, bizony, uram, ugyám? Mit kell itt karbantartani? Rajtam kívül nem lakik itt senki. Legalább nem zavarják a szomszédok. De ha alul rohad a külseje, fölülről rohad a belseje. Mindegy, várj itt össze! Nekem van szemem az ilyesmihez, nézzen csak ide! Hé, mit csinál? Hínyá! Na, ne folyjál! Ökre teszi a hajóban! Menjen onnan! Ezer árbolt is új torlom! Beugrom a szerszámos látikomért! Ötig még ott vannak a fiúk! Látja, milyen hamar megvan a baj, uram, csak semmi izgalom, mindig itt vagyok, 10 perc. Szörnyű kalamajkát csinált, uram, rettenetes galibát. Óriási bajok lesznek még ebből, meglátja, na minden jót. Asszonyom? Valami erős mérget kérek. Mit? Méreg erős tablettát. Serkentő tablettát? Drága uram, ha serkentő tablettát akarnék, akkor azt mondtam volna. Lankasztó tablettát akarok. Talán lopta a diplomáját? Mit akar lankasztani? Hát mégis mit gondol? Egy férfi. Altatófélét szeretne. Valami olyasmit, de olyat, ami azonnal hat. Hölgyem, azért Mickey Finn mégsem adhatok önnek. Nem? Inkább egy könnyű nyugtatót javasolnék, ha lidércesek az álmai. Mese szép álmaim vannak, köszönöm. Mickey Finn. Hálásan köszönöm. Desiree, te vagy a nagymester, figyelj! Hol szerez az ember Mickey Finn-t? Az ilyesmit egy csavargótól szoktam beszerezni, Mori Fishnek hívják. Egy instandi kocsmában lebzsel, a sellő karjában. A sellő karjában. Köszönöm szépen. Egy gint kérek sellővel, egy bordói citrommal. Más felsinek. Ismeri Moritist? Miért? Kéne egy kis Mickey Finn. Nem is porcogol, öcsém. Minek? Nem szaglászunk, helyes? Várjon. Te Miki? Jó estét, fiú. Megvan az anyag? Milyen anyag? A Mickey Finn. Minek az magának? Nem szagálszunk, helyes? Ez a dolgunk, hölgyem. Rendőrök vagyunk. Most velük jön. Estét, Lord Mayley. Micsoda meglepetés. Nem üres kézzel jött, remélem? Nem, azaz, hogy de igen. Jaj. Nézze, Dennis úr, a helyzet a következő. Az apósom nagyon gazdag, téllábbal már a sírban van. Hogy jön ide az apósom? Sehogy, egy éven belül meghal a feleségem örökölésén fizetek. Egy év múlva, egy hétben állapodtunk meg. 10 000 font, rengeteg pénz. Önnek van egy biztosító? Van. Nyilván nem fizet rosszul. A nejem minden pénzemet elkölti, ami megmarad, azt én költöm el. Ez szomorú. Nekem mondja, honnan szedjek 10 000 fontot? Csikasszom, milord, csak elkezdeni nehéz. Maga. Na, mi vagyok? Maga csibé. Segítség, megfulladok.
Nyugalom, ne kalimpáljon! Miért ne kalimpáljon? Nem tudok úszni! Segítség! Maga meg mi az ördögöt keres? Éjjeli őrjáraton vagyok, uram. Ellenőrzöm a léket a feneken. Jól van, Milo? Hát a hajó ég. Dugja ágyba gyorsan. Rendkívül értékes ember. Meg lesz, uram. Vigyázzon rá. Otthon majd igyon egy forró teát, hogy tüdőgyulladást kapjon. Jó ég. Jó szakát, uram. Jöjjön szépen, drágasága. Nem vagyok a drágasága. Azért köszönöm, hogy megmentett az életemet. Meg fél koronás? Nem ír annyit. Magáért egy fél siling is sok. A bajusza? Jaj, uram, nekem vándorszőrzetem van, nálunk ez családi vonás. Ez a bitong is szakálnak indult, hát nem fölmászott. De... Vezess elő Ransomnét. Igen, uram, én meg vagyok győződve, hogy Flora csak a legújabb regényhez készült anyagot gyűjteni. Más dolog az anyaggyűjtés, uram, és megint más dolog Mickey Fint keresni egy lebújban. Lehet, nem ismerem Finn urat. Az egy kábítószer neve. Egy méreg. Megbéli atyám. Megint más sértegetni egy rendőrt. Hűvárjám. Ismét más álnevet megadni. Lótusz virág. Hősztusom. Ráadásul részeggel. Ezt már nem hiszem. Ha mamsi anti alkohol és nikotinista. Az édesanyja portóit ivott citrommal. Biztos vagyok benne, hogy azóta százszor is megválta, egyszerűen nem ismerek rá. Beszélni fogok a parlamenti képviselőmmel. Ezt nem viszi el szárazon fiatalember, arra mérgetve. Flóra! Ülj vissza! Felügyelő úr, azért az mégiscsak felháborító, hogy maskarába bújt borostás rendőrök témperegnek a városban. Hölgyem, ők titkos rendőrök. Most elmehet, de ha a jövőben anyagot kíván gyűjteni, kérem, forduljon hozzánk. Meg is teszem. Hol szerez az ember Mickey Fint? Halvány fogalmam sincs. Ezzel megvolnánk. Gyere, Cedric! Most mit ülsz ott? Gyere már! Te is Ethel, mozgás! Őrmester, hol szerez az ember Mickey Fint? Halvány fogalmam sincs, uram. A szívbajt hozod rá, édesem. Gyöngi a szíved, Henry. Merre jártál? Elkapott egy zápor. Egy csepp sem esett. Hogy ne esett volna? Úgy esett, mint a dézsából öntenék. Iszapot is öntöttek? Igen, homokvihar volt. Többször is keresett telefonon az egyik barátnőd. Tényleg, és mennyi? Akarom mondani, nincs semmitél a barátnőm. Az, amelyik nincs. Fátyolos hangon nem mutatkozott be. Nincs előttem. Utánad lehet, mert bajban van. Butaság, ez valami tévedés. Ez az. Pofon egyszerű. Egyetlen bomba is minden estül a levegőbe repítem. Szép és tiszta megoldás. Ez az. De hol szerez az ember bombát? Egy kis marhaságért maga sem megy a szomszédba, azt látom. Bomba, őszintén, most mondja meg. Miért nem veri ki a fejéből ezt az őrültséget? Szomszéd. Ez az. Írország! Emlékszel a nyugdíjas merénőre, hogy is hívták Doyle? Tudod, akivel Dublinban találkoztunk? Szerez nekem holnapra egy olyan izét, amit a gombjukban hordanak. Ne ucernád, mit is mondd már, mondd már! Holmes botot? De hogy te ökör loherét! Még egy jegyet az elkeri dublini gépre! Harry! Mondtam, bár ott bőrgáztam ebben a szörnyű viharban. A vihar bevert egy kis madárkát. És? Hogy? Egy kislány. Lucy. Hátszor mondjam, hogy semmi közöm a dologhoz. Milyen a kicsi? Hát olyan 80-as. 80-as?
Az neked kislány? Nem az élekkorára céloztam. Mi? Ja, úgy. Ez aztán a derültékből a villámcsapás, ugye? Most látom először. Hazugság. Micsoda? Amivel ártatlanul bádol. Rajta, Henry, védd meg magad. Ne félj, csak nem rajta leszek. Nézd a lábad elé! Nehogy félj elé. Jó esti. Engem keres? Bocsássa meg, hogy magára török. Gondolom maga is tudja, hogy napvilágra kerülhet a bűne. De tartsa meg a pénzét. Miféle zöldségekről beszél? Arról a mocsok Denisről. Jöjjön velem. És volt még két lap, az egyiken Sonny MacGregor, a másikon egy írónő. Nekem már úgy sincs vesztenivalom, én mindent kipakolok, úgy döntöttem. Kinek akar kipakolni? Hát a rendőrségnek. Magának lehet, hogy nincs vesztenivalója, de nekem van. Ezt úgy értsem, hogy fizetni akar. De, hogy akarok fizetni, én csak gondolnom kell a jó híremre. De ezt majd nem beszéljük máskor és máshol, nem lett volna szabad idejönnie. Mit szólna, ha találkoznánk holnap? Nem jó igazgató tanács és jótékonysági estét. Legyen holnap után, felugrom magához, de nem szabad egy árva szót sem szólnia senkinek. Hol lakik, kedves Melissa? Killingdon Court 46, oda talál? Ajjaj, de mennyire? Akkor holnap után, jó? Arra! Nos, kívülnyel, cégünk mindent elkövet, mondom, cégünk mindent elkövet, hogy felgöngyölje az ügyet is, hogy megtalálja a fiatal ember. De nézd, én tudom, hol lakik. Ne tegyen semmit, amit nem jelentkezem. Holnap után fél egykor oda megyek. 46. 46. Szívem! Hát, tessék! Fölírjam neked a címét? Ugyan. Egy kupica papra morgó. Azonnal. 4,5 shilling. Adom pedig, öcsém. Tessék. Köszönöm. Vörös hajában zöld kalát, vállán patyolat a vászon. Egy killerni szép hajadon a éj. Adjon az Úristen jó napot itten. Szembogara, léporcín, bársony. Én vagyok Lenigen, most jöttem meg oda átról. Szépből köszöntelek, oly színvitéz büszke anakája. Lenigen, Otto de Genere Kuhurin. Ma este megcsípjük a nyavajásokat. Az Albert Hall nézőterén már csak a zselatin hiányzik. Légy oly bátyám kisegíteni egy detonátorral, most belepörkölök a gatyába. Miért beszélünk ezen az átok nyelven? Csevegjünk gélül! A Flander püdgivini gogérit vündepet, la tüsszülingó, gogogögö. Ez is angol volt. A nózikám. Rosszul ejtettem a vasútállomás nevét. F. F-A. F-A. F-E. E a fene. Fifilia. Fiola. Fistola. Ekel! Hogy betűzik a fint? A Huckleberry fint? Nem, a Mickey fint. Jaj, mamsi, neked fixa ideád ez a Mickey fin. Látom már, hogy nem nyugszol, amíg nem hozok neked a kórházból. Mondd még egyszer. Mickey finnel szoktuk lecsillapítani az őrgyöngő ápoltakat. És hát most kell megtudnom, de ostobalíva, hogy ez eddig nem jutott eszembe. Hozzál nekem Mickey fint. Jaj, mamsi, ezt nem mondod komolyan, én csak vicceltem. Megállj! Ülj! Ethel, el kell mondanom valami szörnyen fontosan.
tudod jól, kislányom, hogy kényes vagyok a jó hírre. De a szakmai hírnevemre is. Téged, Mamsi, tisztel és szeret a világ minden olvasója. Hát most még igen. Ethel, sok-sok évvel ezelőtt édesapád Kínába utazott. Pénzem alig volt, de szép voltam és fiatal, és elvesztettem a fejemet. Én megbotlottam, Ethel. Megesik az ilyesmi mással is, oda se neki, Mamsi. Az a fő, hogy talpra álltál. Az a baj, hogy hónapokig fel sem keltem. Ethel, ha valaki rábukkanna a titkomra, ha széjjel akarná kürtölni a világnak, azzal mit tennél? Hát mit, kifekerném a nyakát? Jó válasz, pontosan ezt fogjuk vele csinálni. Na de Mamsi... Egy hajón lakik a piszok, de nem úszta meg arra mérgezve. Meglékeled a hajóját. Dehogy, megmérgezzük, aztán bele a hajókofferbe. De Mamsi, ez... Halló? Maga az a Dennis nevű alak? Ha? Itt Flora Ransom beszél. Itt van a pénze is. Holnap este 7:30 eljöhet érte. Megértette? Na, mehetsz a méregért. Én meg hozom a koffert. A sodrot vezetéket a éjjeli lyukhoz. Ennyi az egész. Gyönyörű. Mi gyönyörű? Kedves barátom, a bomba elkészült. Elmegyek Puskaporért. Nyugállományú hátsó indiai őrnagynak öltözöm. MacGregor úr, Lord Mayley vagyok. És? Személyesen még nem találkoztunk, de az ön ismertsége rendkívül meglehetős. Nagyon kedves. Vélem tanácsos volna összetartanunk ezekben a viharos időkben. Maga mennyit kér? Félreértett, én segíteni akarok. Mondja, uram, mondja csak, ismeri Dennis-t? Meglepődne, ha tudná, hogy én tudom, hogy megzsészték. Megzsésztek? Megzsarolták. Nem engedd be? Még hogy Sonny MacGregort megzsarolták, ez valami tévedés. MacGregor úr, biztos kíváncsi rá, miért vagyok itt? Én gyanítom, hogy miért. Azért, mert magát is megzsészték. Téved, én csak közvetítek az ügyben. Ne engedjék. Ja. Engedje meg, hogy megmagyarázzam. A minap becsöngetett hozzám egy ifjú hölgy. Ó, ennek szívből örülök. További sok sikert kívánok, és minden jót. MacGregor úr. Tűnjön el. Ezt még megbánja. Miből jöhetett rá? Mit tudom én? Miért nem hagyta, hogy elmondja? Nyilván csak szövetséget keresett. A nehéz napokban önnek is jól jöhet egy barát. Ez az idióta, na nem köszönöm, inkább maradok a bombánál. És most? Irány a Puskaport. Bill! Ó, Bill! Kicsim. Most? Köszönjük, nem veszünk semmit. Nem értem, mit nem vesz? Nem kell semmi. Tűnjön el. Nem ismer meg? Azt se tudom ki maga. Tűnjön már el. De hisz maga hívott ide. Már nem emlékszik arra a múltkori éjszakára? Ott álltam egy szál házikabátban. Kék hernyó, se jár! Oh, ne, ne, kérlek! Ne bánsz! Hagyj! Kérlek! Ne! Ne! Ne, kérlek, Bill! Ne! Oh, ne! Na jó. Rendben. Nem bántam. És tudod miért nem? Mert vége, befejeztük, finító, világos! Jó napot! Mivel szolgálok? Jó napot! Vadászni megyek a hétvégén, de elfogyott a munícióm. Töltény parancsol uram? Aha. Ráfogodik valamelyik gyártmány? Ó, katona ember, ne legyen válogatós, mindegy, csak robban. Milyen célzatta? Hogy? Ó, ne gondoljon semmi rosszra. A szokásos időtöltés. Félreért, uram. Nyúl vatkan fácán. Vagy úgy?
12-es, 20-as vagy 40-est? Persze, hogy ne. Melyiket akarod? A legnagyobbat, természetesen, de a legnagyobbat. A 12-est. Mennyit parancsol? 50-et? 50 kevés lesz. Legyen inkább mondjuk 1000. 1000? 1000. De uram, mintha egy hétvégét említett volna. Igen, csak hogy tényleg jó, hogy mondja. Mindazonáltal, hogy mégse érjen váratlanul, ha elhúzódik, legyen 5000, biztos, ami biztos. Kész. Lesz viszki, gin, sherry, tej, a kávé, kakaó, meg Miki finnedve. Valamelyikre majd csak ráharap. Mamsi, jaj, Mamsi, gyilkosság fényes nappal. Éjjel, de mielőtt begyömöszölöd, vedd el a kulcsait. Ja! De miért mindig én végzem a piszkos munkát? Mert tőlem nem fogadna el egy kortyot se. Azonnal gyanút fognak. Fel fognak lógatni? Az ember felkötik, de ne félj, nem fognak. Mamsi, jaj, Mamsikám. A cseléd lépcsőn megyek le, nehogy összefussak vele, minden világos? Éjjel. Akkor jó, elrejtőzöm a kocsiban. Ahogy elveszíti az eszméletét, itt tesz az ablakból. De én sem mégsem veszíti el. Akkor te felelsz mindenért, kislányom, mert te mérkeztem meg. Mamsi! Túl leszünk rajta. Fel a fejjel! Úgy félek, Mamsi. Eltalálta ki. Mamsi, a nyilvös. Jó estét. Egyedül van? A híres író? Bejöhettek? Kedves, vidám lakás. Elutazik? Nem, dehogy. Értem. Rendszámni asszony. Mi ez? Semmi. Kedves rendszám kisasszony, ha azt mondom önnek Denis, ha azt mondom önnek zsarolás, eszébe jut ezekről valami? Tényleg? Fogás nagyszerű. Azt árulja még el, hogy fizet, vagy inkább felveszi a kesztyűt. Nem is tudom. Ízik egy kort mérget, Mikit, valamit. Nagyon szívesen. Parancsoljon. Köszönöm. Mit tölthetek? Mindegy, csak paradicsomlevet, nem mert attól szörnyet halok. Szóval tudjam, egy óriási kő esett le a szívemről. De most itt eszembe még be sem mutatkoztam. Ó, elég, el akart tenni láb alól. Egy gondolat szódát, ha kaphatnék. Köszönöm. Egészségünkre. Ez vérré válik. Kedves rendszám kisasszony, számoljunk a legkényelmetlenebb helyzettel. Feltéve, ha bár meg nem engedve, hogy a fenyegetés valós. Sürgősen. Bravo, a kulcsát. A gyerek kislányom, csak szaporán. Úgy félek, Mamsi. Ne félj, nem hagyhatjuk itt, még megfulladni, mielőtt vízbe folytanánk, és azt nem venném a lelkemre. Nem, én baleset láthatát akarom kelteni. Na, fogjuk, jó. Egy, két, há, rajta. Ez az, megint. Jó estét, asszonyom. Jó estét, drága biztos úr, segítsen.
Valaki nagy útra készül. Bizony! Mi van ebben, hulla? Igen, hogy találta ki? Most gyilkolta meg a lányom, még mi? Jaj, mamsi! Megmérgezte? Az a tiszta munka. Nagyon vicces. Borzasztóan. És miért tölte meg? Mert megzsarulta az anyukámat. Ethel! Jó éjt, biztos úr. Jó éjszakát. Ha beledobtuk a tóba, elmegyünk a bárkájára, ellopjuk az iratokat és megsemmisítjük. És muszáj ehhez megölni, Peggy? Hát hogy ne volna muszáj? Máskülönben képes újra megírni az egészet. Mindent kiterveltem. Hopsz! Óvatosan, meg ne sérüljön. Már! Leborítjuk a koffert. Tartsd erősen! Most! A mindenség itt fönnakadt. Menj és lökd be a vízbe. Indulj már, Ethel! Még fölébreszted? Igyekez, igyekez! Fiad le! Gyorsan! Vissza! Olyan édesen alszik, boldogan mosolyog! Mindenki boldogan mosolyog, látod? És most irány a bárka! Majd mamsi, ne beszélj így egy halottról. Most papolj! Az lesz az. Figyelj oda! Rajta, emeljük fel! Óvatosan! Nehogy! Kiboruljon, semmi kedven tőzed! Na, menjünk! Van arról fogalmat, hogy ez a fiókos szekrényke alapjaiban rengetné meg a közvéleményt? Mind a mellett nagyon izgalmas a tartalma. Oh.
Ez a gyenge pontod. Ma is vihar volt? Mi az? Hihinár? Igen, tudni, hogy meleg volt. Megmártoztam-e? Ruhástól? Meztelenül mégsem fürödhetek. Hát nem igaz? Beleestem. Bújj az ágyba, öreg fiú, kihívom az orvost. Most nem érek rá, el kell mennem. És hová mész ilyenkor? Gőzfürdőbe? Ne. Mondd, Henry, másik öltöt veszel, vagy úszógumit? Szedd rendbe magad, nagyon csapzott vagy. Ó, jó estét. Rézami asszony? Itthon van, de nincs fogadóképes állapotban. Se baj, ráérek. Uram, jöjjön vissza inkább holnap, ugyanis a mamsi... Ó, a mamsi egy csöppet sem lesz meglepődve azon, hogy itt talál. Fárasztó napom volt, megengedik. Egészen nyugodtan, jaj, ne hozzá ne nyúljon az alkohol, méreg, az alkohol... Jó, 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 semmi baj. Ó, megjött a mamsi. Á, jó estét, asszonyom. Miért vág ilyen képet? Mára beszéltük meg. Vagy más irányú elfoglaltságai miatt megfeledkezett róla? Nem, ugyan, dehogy. Ah. Korábbra vártam magát. Nem inna valamit? Nem, a lánya megtiltotta. Igazán? Ethel, egy pillanatra. Ugye megbocsát? Ah. Hogy ez még életben van? Kicsoda? Hát Dennis, ez itt Dennis. De hisz ez nem Dennis, mamsi. Dehogy nem. Pszt. Ez Dennis, én csak tudom. Ez képtelenség. Akkor kit raktunk a hajókofferbe? Jaj, mamsi, mit műveltél? Még hogy én, atya úristen, te meggyilkoltál egy ártatlan embert. Csillapodj! Azonnal visszaüzed ezt a szekrénykét. Nehogy észrevegye, hogy eltűnt, nem szabad gyanút fognia. Ráadásul az iratoknak nem vehetjük hasznát, amíg életben van, ha mégis le tudom itatni, valamivel visszahozzuk. Miért nem hagytad, hogy igyon egy korcsikát, te butatjuk? Siess, ezen áll, vagy bukik az egész jövőnk. Elnézést, csak megszabadultam a lányomtól. Ön mindenkitől megszabadul mostanában? Én? Tényleg nem viszik egy korcsot? Hát, most az egyszer tényleg nem. Oh. Foglaljon helyet. Az üzlet mindenek előtt. A kulcs! Bársonyos estén van, balsamos! Lord X-et belelökték a tóba. Nem tudom, miért tették, de kötözni való bolond lennék, ha nem használnám ki. Csak egy bábú volt, mert épp a regényemen dolgozom. Ez plágium, asszonyom. Már olvastam valahol.
A hallgatásom fejében ön kénytelen lesz átengedni nekem regényei honoráriumának felét. Nem tehetem. Ha nem, akkor írok egy névtelen levelet. Bejelentem a gyilkosságot, tettesként önt nevezem. Mamsi, Mamsi! Most hagyjál! Mamsi, a kulcsok nálad maradtak! A kabát zsebedben van, igyekez! Szerepel még valaki a mai táncrendben? Jut eszembe, hol a pénz, amit megígért mára? Nem tudtam megszerezni, talán egy pár nap múlva. Ó, új egyességünk értelmében 5000 fontot elengedek. Mikor kapom meg a pénzt és a szerződésemet? Maga! Beszélek a kiadómmal. Jöjjön fel hozzám holnap után este 9-kor. De ugye nem okoz csalódást, hölgyem? Nem. Na azért. Sajnálom, uram, rossz helyen! Letelepedett a vándor szőrzete? Nem megy sehová! Miben sátikálunk arrébb, különben baj lesz! Itt marad, most végre szépen csöppen elbeszélgetünk. Robbanás rongálta meg a főrendkocsiját. Harry, mi ez az egész? Hajam, ki bele? Kezdek belefáradni, szívem. Ha épp nem a rendőrség faggat, akkor te. Volt néhány apró balesetem, de legalább nem zaklatnak vadidegen lányom. Miért osztatik fogadni Melissa Wright kisasszony? Azt látom, csak az ismerősök. Vezesse be tüstént, ne várassa a kisasszony. Ma hol fogsz megmártózni egyetlenem? De... Jaj, annyira örülök, szívem, hogy újra láthatom. A férjem már aggódott, hogy elnyerte a föld. Hogy így elnézzem, ma nem lesz szükséged a kis gumikarikádra. Minek jött ide? Sajnálom, uram. Csak bocsánatot akartam kérni a verésért. És ezért képes volt idejönni? Nem csak ezért. Végleg szakítottam Billel, elmegyek a rendőrségre. Egy pillanat! Ez nem vezet sehová. Ha szakítottak, hát szakítottak. Gombház, ha leszakadt, lesz más. Félre érti a helyzetet. Ó, itt nem a pénz számított, ez szerelem volt. Aha. Most rólam fogja lenyúzni a bőrt ez a mocsok Dennis. Csak egy percig várjon még. Említette, hogy az egyik lapon ott szerepel Flora Ransom, az írónő. Így van. Helyes, akkor most jöjjön velem, elmegyünk hozzá. Volna néhány kérdésem ahhoz a nő személyhez. Szabad lesz? Jó mulatás. Most nem mulatni megyünk, szívem. Rendszámi asszony? Sajnos nincs itthon, de hazavárjuk, nem sokára megjön. Megvárják, tessék? Ha szabad. A nevem Bastable, én vagyok az a szerencsés flótás, aki elnyelte Ransom nékedét. Igen, igen. Tudni, közvegy asszony, tudták, nem? Hát, erre tessék. Tudja, Flora, hogy jönnek, várja magukat? Nem, nem gondolnám. Ó, engedje meg, hogy bemutatkozzam. Mayley vagyok, Lord Mayley. Rád kisasszony a sorstársam. Szívből gratulálok. Ez sajnos nem mindig jár örömmel. Őszinte részvétem. Igen. Nem innának velem egy poárka serit? Én kérek.
Ransom mi az, hogy már régóta özvegy? Ajaj, már nagyon régen. Bizony, már nagyon-nagyon régen. A férje ura ott veszett Ázsiában, rejtélyes körülmények között. Bizony, vízbe fúlt szegény. Flora az időtájt ide az a volt. Igen, ez ő lesz. Már megint itt hagyta a kutyát a lelkem. Majd én beszélek vele. Jó napot, Ransomni asszony, itt hol van? Még nincs, de nem sokára hazaér. Kerüljön beljebb. Akkor bekerülök. Igen. Aggodalomra semmi ok. Persze, hogy is volna. Egy eltűnt fiókos szekrényke ügyében nyomozok, amit Ransomnénál láttak utoljára. Mit tud róla? Semmit a világon, de én bevárja meg. Kérdezze meg őt. Köszönöm. Bátran, még beljebb. Olyan, persze. Ez itt Lord... Uram? Uram. A kisasszony pedig... A biztos úr pedig London legzseniálisabb nyomozója. Érvendek, uram. Úgy szintén, kisasszony, úgy szintén. Kiküldjük egy pár serire. Hát a szolgálatban ugye szigorúan tilos, tiltja a szabályzat, de kanalas orvosságként ugye minden mennyiségben. Pompás, igen. Igen, pompás. Arra, ami rendeltetett. Jaj, Marsi, muszáj külföldre szöknünk. Bevallunk mindent, vannak enyhítő körülmények is. Megbérgeztél egy ártatlan embert, erre nincs mentség. Csomagold be a hajókofe. Pont az, hát nincs más bőrönd a házban. Mi ütött beléd? És veszi, papsi? Csak búfolna a hátunkat, nem viszük magunkat. Rád fér egy kis pihenés. Bemehetnék? De a papsinak egy nő van. Az ölében! Az ölében? Cedric! Nem így onnan, te szabad! Jézusom, ez nincs magának! Mamsi! Oda néz! Őrmester! Végünk van! Mindenre rájöttek! Eszméletlen, talán egér utat nyerhetünk. Nézd, Mamsi, lifeg a bajusza. Régóta figyelhet minket. Szerencsére egyenruhában van. Az áruhások mindenre képesek, de ne töltsük az időt fecsegéssel, nem sokára indul a gépünk. Te állj őrt, én addig becsomagolok. És a szobor? Kupán vágott, ha felébred. Az már nem. Nem mindegy, hogy miért kötnek fel. Még ez is? Hát mi van itt? Mamsi! Igen? Hát meg is menném ezer közül is. Ki ez, Bögmácsi? Akit megmérgeztem. Jaj! Feltámadt? Ethel, figyelj rám, ez biztos. Biztos! Ez olyan biztos, Mamsi, mint a halál. Ethel! Ethel, csillapod! Vigyál egy kortyot. Tessék! Itt ki! Mamsi! A gyilkos! Ethel! Te vagy egy gyilkos! Jaj, de hogy? Nem utáskodj! Ethel! Jaj, Istenem! Mit tettem? Az nem működik. Amíg életben van, minden szépen tudjuk, hogy ajándékba egy palack mérgezett óta. Micsoda, mit tudom meg? Hogy a tovább ajándékozva? De hogy tetsz el a mérget a palackba? Átszörjében dugolt egy ortófecsetővel. Észreveszünk. Ennyi kockázatot vállalni kell. Én úgy félek, Mamsi. Hallgass! Csak egy ügyesebb vagy. De mi már rég alulról tagozunk a tojást. Szörnyet helyzet az ember egyszerűen nem lehet biztonságban. De nem is. Csak meg kell találnunk a módját. Mondom, kosszú! Most akkor aludjunk rá egyet, és honnan majd mi sem kipihetem, hogy alhat, milord, de nekem holnap reggel lejár a határidőm. Mindenit. Nem elsonyog hátam.
Nem zavarok, remélem. De igen, Cedric. Éppen egy cselekményt szövegeztünk. Ó, csak az a furcsa, hogy már éjszaka van. Olyan zavaros a fejem, olyan zavaros. Elszonyogáltál, igen. Ethel majd hív neked egy taxit. Taxit? Ó, az nagyon jó lesz, pompás. Lehet, hogy csak álmodtam, de nem volt magának bajusza? Egészen biztos, hogy álmodtad. Na, menj már. Sok sikert a cserszövéssel. Kezdeni ránk fél. Fejem. Hol is hagytuk abba? Holnap este. Örömmel elteszem lábalól, de szükségem lesz alibire. Itt lép be maga. Álljunk meg egy percre. Én voltaképpen gyűlölöm az erőszakot. Voltaképpen mi is, de ne legyünk olyan finnyásak. Gyilkosságban nem veszek részt. A gyilkosság nem fér össze az angol mentalitással. Az ember ne csapja arcul a saját elveit. Talán forduljunk a rendőrséghez, de rendben van, tessék, én nem állok az útjába. Én voltaképpen magát sem kedvelem. Asszonyom, mit is mondott, Dennis ide jön holnap este 9-re? Igen. Akkor este elbújjuk a hajóján, 8-ra magánál leszek, szerezzen egy magnót, vagy megmondom, hogy mire kell. Jó estét, Harry, boldog vagyok, hogy otthonunkban üdvözölhetjük. Uh-huh. A férjemet is fellépteti a műsorában. Tisztelem az ön férjét. Látná, hogy milyen a magánélete, más véleménye lenne róla. Édes szívem, meg Gregor úr fontos szakmai kérdésekben kérte ki a véleményemet, vagy senki ne zavarjon most bennünket. Foglaljon helyet. Na, ír valami halandja szöveget. Tessék. Jó lesz. Talán csak ugyan érdemes volna egy életbiztosítást kötnem. A fölkötünk gyilkosságért nem éri meg. Magának. Mert? Uh-huh. Itt vannak a díjtételek, tekintse meg őket. Ilyen magas életjáradékot kapok évi 3 fontért. Idétlen vén ember már megint. Megmentette a haláltól. Egy fél koronáért. Ilyen magas életjáradékot kapok évi 3 fontért. Tehát ez az. Mindegy, még fölvesszük egy párszor, van hely a szallagon. Mennyi ideig maradt távol? Ez csak attól függ, hogy mikor tér. Joga volna, de nagyon remélem, hogy éjfélig végzek vele. Régóta
Olyan ez, mintha a tengeren vitorláznám. Igen, a fedél közben. Na, így meg gyorsan. Nem fogunk odaérni. Gyere már! Hát maga meg mit keresik? Jó reggelt, uram, magát várom, én a fenek ügyébe jöttem. Azóta kiadtam a hajót egy házaspárnak. Hogyan? Ja, vettem észre, uram, igen, hogy igen. Mondja, uram, ha már így szóba hozta, hova költözök? Vidékre. Ha már itt van, segítette kivinni a csomagjaimat. Boldogan. Jó napot! Melyikük, Denis? Mit akar? Rendőrtiszt vagyok. Maga ki? Márka felügyeleti szemrevételező hiba elhárítás, karbantartás. Mi egymás? Mehet. Megyek, kérem. Letartóztatási parancsomban ön ellen, uram. Azzal gyanúsítjuk, hogy pénzt csikar ki másoktól. Mindaz, amit elmond, uram, a későbbiek során felhasználható ön ellen. Akkor nem mondok semmit. De ha bevisznek, úgy kipakolok, hogy leesik az álluk. Belekeverem egész London. Maguk nyertek. Indulhatunk. Fáradjon előre. Tőlem? De itt nem találnak semmit. Házati tényezőkre volnék a leginkább kíváncsi. Mi történik mondjuk akkor, ha baleset? Lady Mayley, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem is tudom, hogy... Mi? Szabad-e háborgatnom önöket ilyen korai órán? Férje ura őlandságával beszélhetnék? Mit gondol? Hát, hogy mit gondolok, azt most hagyjuk. Harry! Együtt reggelizel MacGregor úrral? Rögtön megkérdezem tőle. Harry, én kérdezem tőled. MacGregor úr itt van vele. Tudja, egy valami nem hagy nyugodni, talán apróság, de tényleg ilyen magas életi háradékot kapok azért az évi 3 fontért. Igen? Pardon. Dr. Wilson? Ebből korán lesz. Nigel, sose hittem volna. Virginia, ezt se hittem volna. Mario, nem vagyok meglepve. Ezért maga sem volt az képa. Hazugság. Nem baj, hogy megszerezte. Mire megyünk vele, nem felejt el bennünket. Ha lecsukják, úgy kipakol, mint a sic. Kinézem belőle. Végünk van. Csak ha beszél. Ha már egyszer lúthák, legyen kövér, nem? MacGregor. Mi volna, ha nem beszélne? Bemegy a börtönbe és lelövi. Bemegyek a börtönbe és kihozom. Mi? Igen, megszöktetjük minden áron. Kihozzuk és külföldre visszük. Maga megőrült. A fejünkkel játszottunk, hogy eltegyük láb alól. De nem jutottunk semmire. Átveszem az irányítást. Hívja fel azt a rendszámnét. 1-2. Nyomás! Úgy sem jutunk ki az országból. Hogy ne jutnánk ki? Hát nem lát a szemétől? 200 szövetségesünk van a társadalom krémjéből. Iparvárok, mágnások, arisztokraták, pilóták, hajógyárosok, orvosok, politikusok. Mindenki segíthet. Segíthet miben? Ebben az egetrengető szökésben. Hívja már azt az írónőt! Már is, jó? 200 ember. 200 mindenre elszállt, válogatott hatfi. A nemes cél érdekében 200 vitéz indul harcba.
Artspirito. Sir Nesbrook, igazgató tanácsot adja. Nincs bocsánat az ilyen gerinctelen véleknek. Minden vár, tárcsászon. Igen, igen. Kettő. Rickwell, elhozzuk a rabot. Nem érünk oda. Most indultak el a bíróságra. 4,5 perc, szaporán! Kérem, segítség! Megtámadtak! Férfiak! A címem Straton utca 14! Segítség! Második emelet! Straton utca 14, második emelet. Halló, 30G, halló, 30G, mint gold. Straton utca 14, második emelet, testi sértés. Halló, 30G, mint gold, már is indulunk vége. Segítség! Kérem, megülnek! Oda-oda állom! Szörnyű! Rettenhetes! Véres leszámolás! Segítsenek, meg fog erőszakolni, Luton tér 83! Halló, 3-7-es, fegyeres számolás! 3 sűrűs gyilkossági kísérlet! Segítség, segítség! Mindjárt rám törj az ajtó! Hol van? Hová bújt? Ki vele? Jaj, drágám, mindent megmagyarázok, én most olyan boldog vagyok, Hombil! Luton tér 83, Hombil, legyen megveszek kis a hatonászik a tetőn! Mennyi farkas kölyök? Kiharapta a gumijukat. Bal! Bal! Bal jobban! Vigyon! A nap is kisütött a tárgyalásra. Csak ugyan gyönyörű napunk van ma, Dennis. Szóval maguk azok? A saját érdekében. Na és a defektet kaptál, nincs pótkerék. Csinálj valamit, minden kocsink az utcámban. Minden rendben, doktor? Minden a világon, és még egyszer hálásan köszönt vár még rád. Bravo! Bravissimo! Doktor úr, a kaput nyitom! Alig merem elhinni, hogy sikerült. Csak az a jármű ne volna. Szigorúan a saját érdekében. Édekfront, bolond gomba, nem tudom. Figyelj csak, elraboltak egy rabot. Lefogadom, hogy ez is beugratás, öregem. Egy nagyon régi vágyam teljesül most, alezredes úr. Csuda érdekes? Az utolsó járművünk még ennél is érdekesebb lesz. Remélem, túléljük azt is. Pusztán a saját érdekében.
Jön az utolsó jármű. Szent Nyájlovától sem félek jobban. Kár összeaggódnia magát. Kizlian Bélávis szerint biztonságos, mindössze egyetlen apró szivárgás fordult elő 15 év alatt. Fene tudja, 200 mérföld az óceánon egy ilyen lélekvesztőben. Egy repülő, mégiscsak repülő. És hova szálljon le az Atlanti óceánon a repülő, ne? Kizárólag a saját érdekében. Hogy ez mennyit alszik? Jól haladunk? 15 percet késünk. Két óra múlva ott lesznek a csibészkén. Ó, tengeri beteg, kapitány. Felfordul a gyomrom minden csibészség. Lordom, a hátad mögött, bevallom, nem egyszer idiótának neveztelek. De el kell ismernem, ez a szervezés magas iskolája, nem érhet bírálat. Ez jól esett, Sonny. Én meg kedvelem a tévéműsorod. Mindjárt megvirrad. Hol vagyok? Nyugalom, nem ajtatjuk el. Hol vagyok? Az Atlanti óceán kellős közepén. Mi? Ne féljen, biztonságban van. Új életet kezd Dél-Amerikában, tiszta lappal. Miért? Miért? Mert azok, akiknek derékbe akarta törni a karrierjét, bizonyos feltételekkel megszöktették. Mik a feltételek? Nem térhet vissza Angliába. A jövőben lesz szíves tartózkodni a zsarolástól. Összes áldozata. Mind a 200 ember részt vett a szöktetésben. Ha egy árvaszót is merészel kotyogni, 200-szoros halállal lakol meg érte. Megszöktettek, nehogy beszéljek a tárgyaláson? Muszáj volt. Lady Godi valovaglása után ez lett volna a legnagyobb botrány. Hogy az szó sincs botrányról. Gyanítom ugyanis, hogy elengedtek volna. Épp ezért nem is szándékoztam vallomást tenni. Hiszen bizonyíték sem volt ellenem. Maguknál van minden iratom. Most nyakig ülnek a szózban, ha nem tévedek. Nem is tudom, olyan törődött vagyok. Szívok egy kis friss levegőt. Ez maga. Erre most mi szükség volt? Ráfér egy kis frissítőfürdő. Most már nem ártott nekünk semmi. Vége. Vagy még sincs.